aki az élő homok animáció atyamestere, a maga teremtette műfaj mindmáig legjelesebb képviselője, Czakó Ferenc. Te itt áll egy aranymedvés, ezt szeretném mondani, csak nem játékszín kategóriába, úgyhogy Ferikém, ezt miért kaptad, mikor, mi történt, hogy vetted át? Hát jó estét mindenkinek. Ez egy édesanyám emlékére készült film volt, Hamu címmel, aha, és beküldték versenybe. Hát általában az is nagy dolog, hogyha versenybe kerül be egy Cannes-ba vagy Berlinbe egy ilyen film, és hát ott megnyerte az aranymedvét. Hát ez egy fantasztikus dolog, hogy egy A-kategóriás elsőrangú fesztiválon egy ilyen díjat... Ezt a díjat ki adta át? Morgan Freeman adta át. Hát a Morgan Freeman, hát azért az se csekéség. Hát az se csekéség. Na, hát gratulálunk ehhez, ha néhány éves késéssel is, ugye? És akkor arra kérlek, hogy meséld el a másik diadal menetedet, a Cannes-t, ami hát egy picikét kalandosabb volt, ugye az még a kommunizmus végjátékában volt, azt hiszem 88-ban. Igen, 88-ban és ez melyik filmed volt? Hát ez az Abó című filmem, ez az első homok animációs film volt, ott kísérleteztem ki, hogy egyáltalán mi ez a dolog, a homok animáció, de részben egy bábos világ is volt. És a fesztiváligazgató azt mondta, hogy ő látni, díjat fog nyerni ez az ember, és látni akarja a színpadon. Hát igen, és akkor elindult, kint volt a filmfőigazgató, beindult a titkárság, az egész apparátus, és akkor mondták, hogy kint kell lennem. Oké, hát ezt kaptam pénteken az értesítést, szombaton el kellett volna menni, smokingot venni, mert az embernek nincs otthon smokingja. És hát végigjártunk mindent, persze szombaton vannak az esküvők. Hát akkor az egyik nagy volt, a másik büdös volt, a harmadik. Tehát elég bonyolult volt a dolog, de végül sikerült, és hát ilyenkor jön. De mit sikerült? Egy kölcsönözni egyet, vagy kölcsönzés? Kölcsönözni egy elfogadható. Hát erre a két napra nem. Igen. Egy vasárnap kiutaztam, hétfőn átvettem a Claudia Cardinalétől a díjat. Mit mondott? Hát, hogy milyen szép vagyok, hát se. Jó, hát. Na. Kérlek szépen, amatőrfilmesként kezdted a pályafutásodat, egyébként alkalmazott grafikus vagy, iparművészeti főiskolát képzelő végeztél, és azután kerültél Foki Ottóhoz, ugyebár a 3D-s Bábfilm stúdióba. Én már ilyen rövidnadrágos 13 éves kamaszként már bejártam a Pannonia filmstúdióba pont hozzá. Hát kérlek szépen, ez a homok animáció, amit azóta rengetegen csinálnak, és ugye mondtad, hogyha beütött, hogy Sand Animation, akkor jó, ha a te neved meg van említve, szerencsés, ugye, mert annyian csinálják, holott te vagy ennek az atyamestere. És akkor most arra kérlek, hogy térjünk a lényegre. Ugye itt látható a te homok animációs asztalod. Egyébként mesélted, hogy mondjuk például Finnországban nem kaptál megfelelő homokot, úgyhogy azóta mindig van nálad egy üveg homok, meg ez a kis asztal. Tehát van egy ilyen homok animátor gyors szetted, ahol bármikor képes vagy akcióba lendülni. Hát ez a mi jó kis dunai homokunk. Bizony, bizony, és egy nagyon finom igen, modulusú. Nagyon, finom modulusú. Van. Ugye ez alulról meg van világítva, igen, van itt egy van egy tejüveg, így van. Igen. És akkor... És itt van fölöttünk ugye egy videókamera. Egy veszi, és általában igen, ez a felszerelés ez mindig megy velünk. Igen. Ilyen fémdobozokba lehet belerakni. Uh-huh. Na nézzük! Na, hát ez úgy néz ki, hogy ilyen nagyon vékonyan, hogy be lehet szórni. Igen, behintjük. Csak a felső fény. Igen. És akkor ugye ez igazán ilyen mozi sötétségben működik szépen. Az a jó benne, hogy a üvegen nagyon jól csúszik a homok. Tehát remekül lehet vele, aha, gyorsan, és hát nagyon szépen lehet ezeket az árnyalatokat fel. Cirókaparóka mágnesjátékot ismerte gyerekkorodban, az is vicces volt, ahol a varázsszeruzával lehetett. Igen, na most ez ugyanúgy működik, mint mondjuk a vasport húzigálni. Mondjuk animációban, ugye nagyon az átalakulások nagyon jók, tehát ha most én azt nézem, hogy csinálok egy ilyet, és akkor...
Rögtön egy ilyen idős. De most ez miért, mi van a szájában? Hát ez egy ilyen idős nénike lesz belőle. Ja, és az a nyelve? Hát ez a szája. Ilyen nagy szájú van? Hát nekünk is ilyen lesz majd. Komolyan? Ja, hogy időskorban nyúlunk, azt mondod? Igen. Nagyon jó. Ez most már férfi kicsit. Igen. Hát azt is lehet nézni, hát korábban. Ó, passzár. Szakállat. Igen. Lehet, ugye, kérhetek valamit? Grimaszokat, igen. Csináljuk egy Lenint. Tudnál? Aha, meg hát mi volt a szovjet pornográfia? Lenin sapka nélkül, ugye ez? Annak idején egy... Ó, Ilics, már az orra megvan. Hogy is volt, várjál? Na, hát... Hát ez, ha ez nem jó, akkor... Hát ez is, de hogy nem jó, hát ez isteni. Pedig nem gyakoroltam, de... Hát gondolom, isteni. Hát abban az időben, ha ez így nem sikerült volna jó, akkor mennyit... Na most, várjál! Mennyit kaptunk volna? Hát az biztos, az ezt elrontod, akkor az azonnali gulány. Hát Ferikém, isteni, én megmondom őszintén, hogy ezt ilyen közelről most látom először, és nekem is nagy élmény, és akkor mielőtt a produkciódat bemutattad, nézzük meg ezt a három homokképet, amelyet egy kedves kollégát talált ki, hát, és igen, amelyekben az a móka, ugye hátulról ezek egy ilyen ledlámpával vannak megvilágítva. Kaporra jött végül is, én évek óta gondolkozom, hogy lehetne fixálni a homokot, ugye, mert így nagyon jó pofaj rajta van, de hát megemlem az üveget. Szementet kell összekeverni, és az a malter. Az a malter, tehát igen. Ennek igen. A homok fixálásának van több ezer éves hagyománya. Tisztelt barátom találta ki igen. Ezt az eljárást. Kicsoda? Nagy anyagismerete van, a szakállos szerbusz! Úriember. Igen, hogy hívják őt? Türmer Zoltán. Nagyszerű. Ő találta ezt ki nekem, és tavaly decemberben volt egy nagy fénylőképe kiállítás is, ahol a sötét kiállítóteremben csak ezek a világítóképek voltak. És akkor mi ebben a hát trükk? Ebben nekem az volt a pláne, hogy mondtam, hogy én csak akkor csinálom ezt, hogyha a legfinomabb dolgok is megmaradnak. Igen, persze. És hát ő kitalálta ezt a nem éppen egyszerű fixálási eljárást. Tehát jó, de mondjuk az üvegbe van kenve egy ragasztó réteggel, mester? Hát erre mondják, hogy ez maradjon a mi titkunk. Hát kérlek szépen, ebben az idén 20 esztendős világszabadalmat dala homok animációval mondhatjuk azt, hogy sztár lettél, Amerikában 20 ezer fős közönség előtt léptél fel csodálatos csarnokokban, rengeteg kalandod volt, rengeteg országot bejártál. Én most hát műsorunknak megfelelően szeretném, ha a kalandokra összpontosítanánk. Hogy kerültél a szaúdi király magánrepülőjére? Hát ez úgy volt, hogy Jordániába állomásoztunk, oda ment a talán Malé, nem tudom. Lényeg az, hogy mindenki nyomta be az útlevelét, amiben arabul volt beírva a vízum. Én bementem, és a több másik kettőt nem engedték be, hogy nem repülőre szól a vízumok, és hát nem tudtuk, hogy akkor mire szól, tehát tényleg... Szárazföldi. Vonat. Közúton át mehetsz repülni, nem terepjáró, bármi. Téged beengedtek volna, azt mondta, te sem mész, vártatok. Visszaléptem, ezer telefon, egész éjszaka, hajnalba átvittek bennünket egy katonai reptérre, ott is a műanyag székeken, majd elájultunk, és kiderült, hogy a szaúdi király megunta ezt a játékot, elküldte a saját családi repülőjét. Hát ez egy rendes Boeing volt, csak az volt a döbbenetes, hogy belül lakásnak volt berendezve. Tehát az, hogy 10 000 méteren a gép popsijába tusolni, és közben nézni a sivatagot, hát azért az felemelő élmény volt. Tehát tényleg egy... Szingapurban... Hát így sajnáltuk, hogy csak másfél óra út volt. Igen. Tényleg hát gyönyörűen volt berendezve, külön a gyerekek. Mert, hát gondolom, otthon se szoktál másfél órát zuhanyozni, de ha ingyen van, akkor vettél bármi. Volna még egy kört, mi? Na meg, hogy a repülőbe. Egyébként a tusom előtt meg egy hálószoba volt, egy nagy francia ágya. Júj! Tehát, és akkor onnan jött a család. Egy-két nőrszöt nem küldött a szaúdi király?
Hát nekünk ez is egy csoda volt. Ez is egy csoda volt. Kérlek szépen, Szingapurban voltatok egy bulgári ékszerbemutatón, mondhatom? Igen, volt egy ilyen, most ebben az volt az érdekes, hogy ezek a gyönyörű manökenek olyan ékszerekkel, egyébként olyan vendégeket hívtak meg, tehát nagyon szűk körű volt vacsorával együtt, akik $1 millió fölött vásároltak a bulgári ékszert. És a manökenek ezekkel a milliós ékszerekkel üveg dobozba voltak benne, fegyveres őrök, minden. Tehát golyóálló dobozba? Egy üveg golyóálló dobozba voltak, ott illegették magukat, és hát ez egy ilyen buli volt. Hát a klapka biztos befújta volna szegény, hogy ne a nők nézze, nem? Igen, hát... Hogyan kerülték Gerkről Moszkvába? Hát éppen kávéztunk, és akkor Tamás kap egy telefont, hogy Moszkvába kéne menni. Szergej jön, aktatáskával adjuk neki oda az útlevelet, ennyi. Ja, mert nem volt vízumotok, ez lényeges. Hát ezt kérdeztük, hogy nincs vízum. És azt másnap kellett volna fellépni, vagy hát két nap múlva. Hát két hét, ugye egy orosz vízum. Vagy igen, de nektek két nap múlva kellett volna fellépni. Igen, és odaadtuk az útlevelet, hát csak egy másolat volt róla, és tényleg másnap délután jön az ember, diplomata útlevél. És hát kiderült, hogy ez egy fegyvergyárosnak az esküvőjén kell felni. Nos, én egy porszem voltam szó szerint, mert ott a trubadur cigánykórustól kezdve a baletton át, szóval minden volt. Hát én most ebben a 5 percemben nem voltam. Igen. Nem tudom, milyen nagy szám, de hát kellett nekik ez a csillogás is az esküvőre. Hát, köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, színpadunkon Szakó Ferenc, és következik egy világra szóló produkció.
Markó Ferenc! Köszönjük szépen! Feriként gratulálok, isteni volt!